Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Válogatottak sora állt asztalhoz a 10. szabadosok kupán. 45-en vettek részt a Szatmár Ferencvárosa program edzőképzésén. A Tiszaújváros legyőzése után Cegléden lép pályára Szpari. A fiúknál a vasvári, a lányoknál az arany nyerte a diákolimpiai döntőt. A listavezető MTK Budapestet fogadja a nyíregyházi kosársuli. Egyesben Linder Ádám, párosban pedig a Linder Marsi Márton Dóha nyerte a 10. szabadosok kupa nemzetközi asztali teniszversenyt. A tornán asztalhoz álló 30 játékos közül 80 vagy korábban szerepeltek, vagy jelenleg szerepelnek a magyar válogatottban. Az egész éves verseny attól annyira zsúfolt, hogy a komolyabb játékosok el vannak foglalva az olimpiai felkészülés miatt. Ennek ellenére, hogy az utolsó pillanatban még a tavalyi győztesünk Jakab János is beesett a csapattársával, Molnár Krisztiánnal együtt, akik Ausztriába légióskodnak, ők plusz beemelik a színvonalat, és ezen kívül ugye a megszokott társaság, akik ugye mind válogatott játékosok voltak, ezek egy nagyon komoly színvonalat képviselnek most, és pluszban a Székelyhalmi helyről érkezett játékos György Roland is, aki Olaszországból tért haza, és ő velük egy szintű játékos, úgyhogy ez nagyon jó sikeredett ez a 10. rendezvény. Mi a lebonyítás rendje, és mennyien állnak végül, mekkora mezőny összesen asztalhoz? Mindig probléma ez nálunk, ugye kicsi a termünk, kicsi a lehetőségünk, és így 24 főbe szoktuk meghúzni, most 30 fő körül van a létszám, így a csoportmérkőzéseket egy kicsit meg kellett gyorsítani, így csak 2 nyert játszmáig fognak játszani a játékosok, aztán 16-os főtárban egyenes késésesben már rendes rendszerben, majd a páros mérkőzés következik. Gondoltad volna 10 évvel ezelőtt, mikor egy valószínűleg számodra ismeretlen településre eljöttél egy versenyre, hogy egy évtized múltán gyakorlatilag, mint a torna arca négyszeres győztesként jössz vissza a 10. jubileumi rendezvényre? Ezt talán álmomban sem gondoltam, de nagyon-nagyon örülök neki, és hát szinte meghatottsággal fogadom mindig ezt a hírt, hogyha el lehet jönni újból egy versenyre, és az, hogy megértük ezt, hát megértük, mondhatom így, hogy megértük ezt a 10 évet, ez szerintem egy gyönyörű eredmény, és nagyon örülök neki, és remélem, hogy még sokáig ez így fog folytatódni. A fiatalok azért már, én azt gondolom, hogy jobb játékerőt képviselnek nálam. Én azt gondolom, hogy ebből a 8 emberből azért már 4-en nálam jobb játékosok, úgyhogy hát mindent megteszek a siker érdekében, de nem lesznek álmatlan éjszakáim, hogyha elvérzek véletlenül egy kicsit előbb, mint ahogy szoktam. Egyébként klubszinten most hogy ütöd a labdát? Most 5. osztályban játszom Németországban, egy kis faluban, Müringen nek hívják. Stuttgart mellett van. Nagyon jól érzem magam, nagyon kedvesek az emberek, és tényleg én azt gondolom, hogy megbecsülnek, és tényleg jól érzem magam, gyakorlatilag egy családi légkör van ott is. Emellett pedig a BVSC-be vagyok edző most már június óta, tehát az a fő foglalkozás. És ott is hát szerencsére azért sok tehetséges gyereket tudok kezelésbe venni. Úgy volt, hogy címvédőként nem tudsz rajthoz állni a 10. jubileumi versenyen, mert Kuwaitban pingpongozol, majd végül aztán mégis itt vagy Apagyon. Ez a rangosabb verseny? Természetesen, hát az embernek meg kell választani a prioritásokat, és hát az ember dönt, és itt vagyok. Miért nem utazsz el komolyra fordítva? Az történt, hogy a világranglistán kicsit már hátrébb kerültem, és ezért az olimpiás álmok már nem annyira reálisak, és azt beszéltük az edzőmmel, a válogatott edzővel, Aranyosi Péterrel, hogy lehetséges, hogy most már nem kéne elindulnom ezen a következő Katar-Kuwait versenyen, mert így már nem annyira elérhető ez a cél. Hogy éred meg, hiszen tavaly, amikor ugyanezen a versenyen beszélgettük, akkor még nagyon az olimpiára fókuszáltál. Igen, az volt a nagy célkitűzés, és hát igazából sajnálattal engedem el, de az is bennem van, hogy alapvetően az utóbbi időszakban, években már nem sikerült a válsérülésem miatt annyit edzenem, és mert nem vagyok annyira edzésben, ezért azt érzem, hogy a mezőny egy kicsit kezd elmenni mellettem, és ezért több volt a kudarc már. Hát a kudarcról beszélünk, akkor említhetjük a világbajnokságot is, ahol nem igazán szerepelt jól a magyar csapat, az hogyan dolgoztátok fel, milyen hatása lehet a sporták hazai jövőjére. Én bízom benne, hogy alapvetően ez is lett kommunikálva, hogy egy fiatal csapattal fogunk versenyezni, és hogy nem elsősorban az eredmény most a cél, hanem a jövőépítés.
Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez nem fogja negatívan befolyásolni. Szerintem az olimpiára való kijutás, hogyha a Pattantyús Ádámnak és Kosiba Daninak sikerülne, ha lenne két kijutónk, azt gondolom, hogy az nagyobb súllyal esik latba a támogatások szempontjából, mint most ez a csapatvilágbajnokság. Visszatérve erre a mostani versenyre, milyennek az esélyét, hogy érzed? Hát én nagyon bízom benne, hogy jól fog sikerülni, a tavalyi eredményekhez fel tudok nőni. Tavaly itt a Gerold Gabival játszottam a döntőt, és egy nagyon szerintem színvonalas jó meccsen sikerült aztán végül valahogy fordítanom és nyernem. Hát most is megpróbálom a tőlem tehető legjobbat, de hát természetesen az ember jól is érzi magát. És hát nem csak a győzelem a cél, ez nem egy olyan szokványos verseny, hogy minden áron győzni akarunk, na tessék be is mondtak, hanem itt egyben jól is érezzük magunkat, együtt vagyunk, eszünk, iszunk, és mellette egy jó hangulatú versenyen is részt veszünk. A Székely-Dunahelyi együttes is visszatérő vendég a Szabadosok Kupán, most milyen csapattal érkeztek? Nagyjából a megszokott csapattal érkeztünk, egy új emberünk van, úgy mondhatom, György Szilárd személyében, aki... Olaszországból mostan tért haza 12 év profizmus után. Vele próbáltuk erősíteni a csapatunkat. Nekünk mindig nagy öröm visszajönni Apagyra és ezen a rendezvényen részt venni, hiszen itten amellett, hogy több mint 10 éves jó baráti kapcsolat van nekünk az apagyi szakosztállyal, egy hangulatos és magas színvonalú verseny, amire szívesen jövünk, jól érezzük magunkat itten. A román bajnokságban milyen osztályban, hogy szerepel a Székely-Dunahelyi csapat? Román bajnokságban van egy csapatunk a második ligában, az A divízióban, ahol az idén 5. helyen végeztünk, a harmadik ligás csapatunk az a harmadik helyen végzett, és ezen kívül minden ifjúsági korosztályban azt mondhatom, hogy az első 10 között vannak csapataink. A Szatmár-Németi csapat a versennyel együtt jubilál, hiszen 10-szer vannak itt a Szabadosok Kupán, most milyen csapattal, milyen célokkal, reményekkel érkeztek? Mindenki úgy jön ide erre a pingpong versenyre, hogy egy barátságot ápoljunk, és megtiszteljük egymást azzal, hogy egyszerűen csak próbálunk játszani. Több mint valószínű, hogy nálunk sokkal jobb színvonalú játékosok vannak, és még elég szerényen hozzuk a színvonalat, de viszont nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés a mi számunkra, hogy egyáltalán részt vehetünk itten egy ilyen pingpong versenyen. A határon túli nagy kaposról is érkezett egy csapat a Szabadosok Kupára, lehet azt mondani, visszajáró vendégek. Milyennek az elmúlt évek benyomásai? Nagyon jó benyomásaink vannak és szép emlékeink, ezért szívesen térünk ide vissza minden éven, amikor meghívnak minket. Most azt hiszem 7. vagy 8. alkalomkor egyszer az időjárás közbe szólt, azért nem tudtunk eljönni, még az első kettő még nem vettünk részt, akkor nem volt meg a baráti kapcsolat a két klub között. Mit kell tudni a nagykaposi asztali teniszről? Az itt még jelenlévő 75 éves Kristóf Bálint alakította. 2004 óta én vagyok a klubfőnök. Történelmünk során már játszottunk 2 éven keresztül NB1-et is, csak kevés volt a hazai játékosunk, ezért arról a versenyről lemondtunk, azóta NB2-es mérkőzéseket játszunk, ahol megálljuk a helyünket. Polgármester, a település országos megismertetésében mennyi segített ez a verseny, és ez a 10 év, amióta ezt a versenyt itt megrendezik? Apai községnek úgy gondolom, az asztali tenisz már a hagyományok szerint is nagyon nagy sokat jelent. Ez a rendezvény pedig kiemelt rendezvény évek hosszú sora óta. Mindenféleképpen hozzájár a településnek a jó hírnevéhez. Nagyon sokan viszik a település hírnevét az ország minden irányába, de talán a határon túlra is. Képviselő, milyen jelentősége bír egy ilyen sportrendezvény egy kis település életében, ahová 8 válogatott játékos jött el, és már a 10. születésnapját ünnepli. Többen határon túl is érkeztek, ez nagyon fontos és jelentőségem, hogy Apagyon egy szívvel lélekkel dolgozó pingpong csapat, sportolni vágyó fiatal találkozik egymással. A másik dimenzió ez a mozgáskultúra, a sportolás lehetőség. Azt gondolom, hogy a mai világban, amikor egy kicsit eltöppedünk, sokat ülünk a gép mellett, vagy éppen az autóban, egy-egy ilyen rendezvény a sportosság, a mozgás, a verseny, szemlélet fontosságát is tudja hangsúlyozni. A harmadik dimenzió is talán a legfontosabb, Szabados László barátom, aki a Szabadosok Kft. Tulajdonosa, őt dicsértem, hiszen az ő lelkesedése tenni akarása nélkül azt gondolom, hogy nem lehetne egy ilyen versenyt megszervezni. Azt gondolom, közösségi rendezvény sem utolsó. Én büszke vagyok rá, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ilyen kis településen ezek a dimenziók, ezek a sportolni szeretni vágyó közösséget szerető emberek találkoznak és jó ízen versengenek együtt egyet. 45 szakember vett részt Nagyecseden a Szatmár-Ferencvárosa utánpótlás program 10. edzőképzésén, a projekt 2014-ben indult.
Ez egy mélyen gyökerező projekt, mert 4 éve kezdtük el alapvetően már a szervezését, és valóban 2014. augusztus 14-én valósult meg az alapkőletétel úgymond Fehérgyarmaton, ahol Máté Szalka, Fehérgyarmas nagyecset, Túlodaró pedig Szatmár Németi kapcsolódott be. Hát szépen fejlődtünk, mert most már 29 településsel van szerződéses együttműködési megállapodásunk, több mint 857 és 8 éves kislány van a projektbe, és 45 kézilabda edző, testnevelő tanár edzi ezeket a gyerekeket. Ha csak a számokat nézzük, már akkor is azt kell mondjam, hogy egy egyedülállóan prosperáló projekt, de mivel hogy ez egy történelmi Szatmárt átfogó, tehát mind a két oldali Szatmárt átfogó projekt, ráadásul megfejelve a Ferencváros szakmai hátterével, mert ki kell emeljem azt, hogy Elek Gábor úr, aki most ráadásul nem csak a Fradinak, hanem a magyar női kézilabda válogatottnak is vezetőedzője lett az Ambrós Martinnal és a Beával, felvállalt ennek a projektnek a mentorálását, a szakmai mentorálását. Tehát én úgy érzem, hogy sok szempontból egy egész Európában egyedülálló projekt, és jó úton vagyunk. Gyakorlatban hogy néz ki az együttműködés? Ez most már a 10. edzőképzésünk, ahol itt vagyunk, és én úgy érzem, hogy sikerült egy olyan közösséget is formálni az edzőkből is. A gyerekekről nem beszélek, mert ők mindig mindenütt megtalálják egymást, de mivel hogy alapvetően ez egy civil projekt. És a civil projekt az mindig ilyen közösségi tevékenységet kifejt, mi például a szülőket is kifejezetten támogatjuk, hogy részt vegyenek a rendezvényeinken. A mi tornáinkon szenzációs hangulat van, mindenki mindenkinek drukkol, tehát mi nem terminátorokat nevelünk, hanem szerető, mosolygó, örömmel kézilabdázó gyerekeket szeretnénk fölnevelni. Lehet-e tudni, hogy hol és mikor lesz a következő találkozó? Azt meg kell mondjam, hogy szintén egy egyedülálló rendezvény lesz. Április 3-án a másodikai Győr-Fradi 8-ad döntő után, vagy 4-ad döntő után elnézést, Mezőfényen, kisközség, de 30 csapat lesz, ebből 4 budapesti, de jönnek a Máté Szalkaiak, Fehérgyarmatiak, Csengeriek, Nagyecsediek, és természetesen az összes csapat a környékről, úgyhogy egy akkora megmérettetés lesz, hogy ezen a környéken ilyen tornánk nem is volt. Valószínű nem is lesz, mert jövőre már tornarendszerűen fogjuk a csapatjainkat menedzselni. A határ Magyarország és romániai oldalán Szatmári régióban lévő kézilabdaedzők számára tart egy elméleti és gyakorlati képzés a Ferencváros edzői szakmai stábja. Milyen tanácsokat tudják ellátni az itt élőket Európa egyik élklubjának edzői? Minden előadás másról és másról szól. Kifejezetten a mai a védekezés, a páros kapcsolatokban a védekezésről fog szólni. Igaz, hogy szivacskézilabdás gyerekekről lesz szó, tehát az alapoknál kell kezdeni, úgyhogy az alapokat próbáljuk átadni az edző kollégáknak. A második év végéhez közelít a program, milyenek az eddigi tapasztalatok, mennyire nyitottak az itt élő edzők, és mennyit valósítanak meg a hallottakból? A határon innen lévő edzők ugye komoly tapasztalattal rendelkeznek, hál' Istennek ők régóta foglalkoznak szivacskézilabdás korosztálya, tehát nekik hál' Istennek csak egy-egy tanácsot kell adni, ők nagyon jól képzettek, és már régóta művelik ezt a részt. A határon túliak viszont teljes újdonsággal néztek a szivacskézilabdára, ott igazából testnevelő tanárok karolták föl ezt a programot, úgyhogy ott nekik minden információ új és fontos. Távlatilag mi a cél, hová futhat ki ez a program? Én bízom benne, hogy egy pár év múlva láthatunk ifjúsági junior csapatainkban innen levő kézilabdásokat, és a legtávolabbi cél pedig, hogy a Ferencváros női kézilabda csapatában szerepeljen majd innen egy-két játékos. Polgármesterről milyen jelentőség van a város életében, túl a sport vonatkozáson is annak, hogy nagyecsed is részese ennek a programnak? Mi nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, hogy csatlakozhattunk a Fradi utánpótlás nevelésének ehhez a programjához. Pusztán azért, mert Nagyecseden azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy komoly hagyományai vannak a sportnak, nem csak a kézilabdának, hanem a labdarúgásnak is. De hát ugye ez most konkrétan a kézilabdáról szól. És hát ugye Nagyecsed nem is olyan régen még az MB2-ben kézilabdázhatott a női csapatával. Én azt gondolom, hogy ez egy sporttörténeti esemény volt mindenféleképpen. Az, hogy ma nem tudunk a bajnokságba csapatot indítani, annak egy nagyon nyomós indoka van, hogy sajnos a településünk nem rendelkezik olyan szabványos méretű kézilabda pályával, tornacsarnokkal, ahol a felkészülést és magát a versenyzést le tudjuk bonyolítani, és ezért a női kézilabda csapatunk azért kellett, hogy abba hagyja a versenyszerű sportot, mert egyszerűen nem volt meg az infrastruktúra, és az nem volt egy áldott állapot, hogy idegenbe játsszuk a hazai meccseinket is, de ettől függetlenül mi nem tettünk le arról, hogy ápoljuk ezt a fajta sportot is itt Nagyecseden, ezért is csatlakoztunk ehhez a programhoz, hogy
hogy a kicsikkel kezdjük, és a szivacs kézilabda segítségével szerettessük meg a nagyecseri fiatalokkal a kézilabda sportot, és nyilvánvalóan nem titkolt szándékunk az, hogy amennyiben sikerül, és reményeink szerint rövid időn belül sikerül tornacsarnokot építenünk Nagyecseden, akkor újra ismét fényét élhesse nálunk a kézilabda sport. Lassan 2 éves lesz ez a program. Milyenek a tapasztalatok, mennyi segít a szatmári kézilabdának, a szatmári kézilabda régió edzőinek ez a program? Hát nagyon sokban segít számunkra, mivel először is megtiszteltetés a mi kis vidéki csapataink számára, a gyerekeink számára, hogy a Ferencváros szakmai támogatást nyújt számunkra. Elsősorban köszönhetjük ezt a vezetőségnek, Elek Gábor edzőnek, vezetőedzőnek, aki személyesen is nagyon sokszor megtisztelt bennünket a jelenlétével, és sok hasznos tanáccsal látott bennünket, és ugyanakkor a nagyon jó szakemberek, hozzáértő szakemberek, edzők a Ferencváros csapatából szintén nagyon sok hasznos tanáccsal, gyakorlattal látnak el bennünket, amelyeket mi hasznosítani tudunk a gyerekeinkkel a mindennapi edzéseken. Honnan érkezett és milyen ott a kézilabda élet? Én Mezőfényről érkeztem, határ túloldaláról, Romániából. Hát a kézilabda élet ezáltal a program által mindenképpen fellendült, mert eddig 4.-5. osztályban tudtuk elkezdeni ezeket a felkészülő gyerekekkel. Most már előkészítő 1.-2. osztályban, tehát 7-8 évesen is elkezdjük a gyerekekkel a kézilabdát, és hosszú távon bízunk benne, hogy ennek a programnak is köszönhetően gyümölcsöző lesz, és több sikert érhetünk el, mint az eddigiekben. A kézilabdán, a sporton túl milyen hozadéka van ennek az együttműködésnek? Az emberi kapcsolatok ezáltal erősödnek, és persze olyan szakmabeli emberekkel ismerkedhetünk meg, akiket eddig mi csak televízión és újságon keresztül ismertünk, és ez nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, és a gyerekeink is már ebbe a közelbe nőhetnek bele. Mi is részt vettünk már Budapesten, a Ferencváros által szervezett kupán is, ők is eljönnek hozzánk, tehát mindenképpen pozitívak az előrejelzések, tehát pozitív lesz a kapcsolat számunkra is. Gyerekek számára is. 2-0 győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartakusz a Tiszaújváros ellen a labdarúgó NV3 22. fordulójában, így Mátyus János együttese továbbra is 3 pontos előnnyel áll a tabella élén a keleti csoportban. Minden győzelem nagyon fontos, de most különösen jó esett az, hogy ilyen magabiztos győzelmet arattunk, hiszen egy elég kemény hetünk volt előtte. Két kevésbé sikerült mérkőzéssel, köztük egy kudarccal, ami Jászberényben ért minket, de hétvégén már újfent úgy játszottunk, ahogy korábban, és hál' Istennek nyertünk, és nagyon-nagyon szép győzelmet arattunk. Boldog voltam valóban. A tavaszi rajt előtt arról beszéltünk, hogy ezek a meccsek nehezebbek lesznek, mint az ősziek voltak, eddig beigazolódott a várakozásod? Egyetlen egy dolog miatt volt nehezebb időszakunk, nagyon kevesen voltunk, és elég sok sérülés, eltiltott betegség jött be a csapat életébe. Most először voltunk hétvégén teljes kerettel, ráadásul Zorán Kosztics visszatért hozzánk, aki az kiemelkedő képességű játékos, a mindenki Zorán kedvenc, ugye a szurkolóknak a Zorán is nagyon-nagyon játszott. Nagyon boldog voltam, hogy egészséges újra. Azt gondolom, hogy a keretünk erős, de megérezzük azt, hogy van hiányzunk, most hétvégén hál' Istennek már teljesen tudtunk kiállni. Nagyon fontos, mert következik a hétvégén, a második helyezett Cegléthez utaztok, amely valószínűleg minden csapat az évmeccsét játsza majd ellenetek, úgy készülnek. Ti hogy készültek és milyen ellenfélre számítotok? Valóban minden ellenfélünk az évmérkőzését játsza ellenünk, de most ez számunkra is roppant fontos, hiszen a második helyezettel játszunk. Általában az edzők óckodnak attól, hogy kijelentsék, hogy sorsdöntő meccs, meg nagyon fontos meccs, meg minden teljesítő mérkőzés. Nem erről van szó valóban, de úgy érzem, hogyha nyernénk, már pedig nyerni szeretnénk, akkor hatalmas lépést tennénk a bajnoki cím felé. Onnantól kezdve van nehéz még egyszer szerintem megfogni, de a mérkőzés végét még várjuk meg ezzel. Amikor télen ide kerültél, azt mondtad, hogy szeretnél segíteni a csapatot a tavaszi szezonban, eddig 5 gólt lőttél, ez több, mint amire számítottál? Hát minél többet akar egy csatán lőni, úgyhogy itt tényleg nincs minimum vagy maximum. Az a lényeg, hogy tényleg a csapaton szerettem volna, és remélem, hogy be is bizonyítottam, hogy tudok segíteni. A színvonal milyen, hasonló, amit vártál, vagy egy picit talán magasabb? A színvonal mindenképpen magasabb, igen, kemény játék van az NB3-ban, viszont mi próbálunk játszani, ezzel próbáljuk felörölni az ellenfelet. Mennyire okoz gondot az, hogy minden csapat ellenetek akarja a szezon meccsét játszani? Hát mi minden meccsre így készülünk, hogy minden csapat 10 emberre beáll a 16-osra, hát az már csak aztán rajtunk múlik, hogy minél előbb feltörni ezt a védekezést, és minél előbb gólokat szerezni.
a hétvégén a második helyzet szegléthez utaztok, milyen meccsre számítasz? Mindenképpen jó meccsre számítok, mivel a második helyezés azért mégiscsak előre vázolja, hogy nem egy rossz csapat, végre egy játszós csapat lehet, viszont a keret erőssége mutatja azt, hogy szerintem nem lehet gondunk ott sem. A fiúknál a nyíregyházi Vasvári, a lányoknál a szintén nyíregyházi aranyegyüttese nyerte az 5.-6. korcsoportos amatőr röplabda diák olimpia megyei döntőjét. A két együttes április közepén Debrecenben lép majd pályára az országos fináléban. Esélyesként vágott neki a Vasvári a diák olimpiai döntőnek, a megyei amatőr döntőnek, meg is nyerte, nehezebb vagy könnyebb volt a vártnál? Hát egy picit nehezebb volt, az első szett úgy gondolom, hogy jól játszottunk, valahol a második szett 8 magasságában egy kicsit, talán már azt hittük, hogy zsebben ez a mérkőzés, és aztán egy nyugvelenős vége egészen szoros lett, azt hittem, hogy egy picit könnyebb lesz. Milyen srácok alkotják ezt a csapatot, milyen röplabdás múlttal rendelkeznek? Két olyan játékosunk van a pályán, akik előképzettek, tehát Mátánsilában is röplabdáztak, illetve egy harmadik srác, aki vidékről jött, ott tanult röplabdázni, a többi gyakorlatilag itt a középiskolában ismerkedtek meg a játékkal. Milyen reményekkel vágjátok az országos döntőt? Igazán nem nagyon ismerjük az erőviszonyokat, mi először indultunk az amatőr kategóriában, eddig csak a másik nyílt kategóriában versenyeztünk. Én szeretném, hogy önmagunkhoz képest teljesítsünk jól. Szerintem ott valahol az 1-1-6 magasságában talán ott lehetünk. 5 játszás mérkőzésen nyerte meg az aranycsapata a megyei diák olimpiai döntőt. Könnyebb mérkőzésre számítottál? Gyakorlatilag könnyebbre számítottam. Nagyon jól indult a sorozatunk, a selejtezőben nagyon jól szerepeltünk. Jó mérkőzéseket játszottunk, viszonylag könnyű mérkőzéseket. Úgy gondoltam, hogy itt is viszonylag könnyebb lesz. Emberünkre találtunk, úgymond itt a Zrínyi személyében. Nagyon ügyesek és nagyon technikás játékosokkal találkoztunk. Indisponáltan kezdtünk. Ettől függetlenül ők is bele-bele hibáztak, nagy akaraterővel és nagy játékakarással visszahoztuk a sírból úgymond a mérkőzést. A végén pedig úgy gondolom, hogy aki kevesebbet hibázott, az győzött. Amatőr diák olimpiáról van szó, tehát olyan lányok voltak a pályán, akik egyesületi színekben nem versenyeznek. Mennyit készültök, mennyit tudnak ők ebből a sportágból jelenleg? Gyakorlatilag ők valóban teljesen amatőrök, tehát semmilyen egyesületi színekben nem játszottak még, ez alapfeltétele is ennek. Gyakorlatilag 3-szor edzünk egy héten, elég most a körülmények között meg kell, hogy mondjam, a termek foglaltsága miatt. Kevésnek is tűnik ez az edzés, nem jó időpontokban vannak az edzések, de azért próbálkozunk. Próbálkozunk, lelkiismeretesek a lányok, jönnek és csináljuk. Milyen esélyekkel, reményekkel utaztok az országos döntőre, hiszen ez a megyei bajnoki színvonal belépőt jelentett? Mi vagyunk a címvédők, ugye, de nagyon sok kezdőjátékosunk végzett tavaly évben, eléggé kevesen is vagyunk, reménykedünk, ez egy amatőr olimpia, minden lehetséges. Két fordulóval az alapszakasz zárás előtt a nyíregyházi kosársuli a második helyen áll az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. Farkasinszki Gyuláni együttese vasárnap a 100%-os teljesítménnyel listavezető MTK Budapestet fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Úgy kezdődött az év, hogy a kisebb fajta cirkusszal a Szeged elleni mérkőzéssel. Na most ugye ez egyértelműen rányomta a bélyegét a következő mérkőzésekre. Sajnos a Vasas és a Szeged elleni mérkőzésünket azt feleséggel zártuk. Azt mondom, hogy a Vasas idegenben talán benne is volt, ugye ott azért annyira nagyon sok utánpótláskorú játékos van, ami bármikor bevethető, bármikor bárki játszhat korosztályos válogatottakkal. Tehát én úgy gondolom, hogy hazai környezetben a Vasastól kikapni, most nem azt mondom, hogy ez szerencsés dolog volt, de talán belefért. A Szegedhez meg sajnos úgy mentünk le egy hétközi mérkőzésen, hogy egy, nem tudtunk mindenkit levinni munkahelyi elfoglaltságok vagy bármi mások miatt, meg már mi rájöttünk arra, hogy a hétközi mérkőzéseket nem nagyon tudunk játszani, bármennyire szeretnénk. Egyszerűen valahol a csapatnak a ritmusa egyszerűen nem tudja ezt megoldani. De a többi mérkőzés az nem volt olyan vészes, tehát játszottunk a nemzetvédelmivel, ami úgy gondolom, hogy kicsikét azért egy könnyebb ellenfélnek számított, a szolnok csapata szintén. Tehát az ellenük való mérkőzés az valamilyen szinten az egy kötelező győzelem volt. Főleg most a szolnok ellen kipróbálhattuk azokat a játékosainkat, akiket újonnan próbáltunk beigazolni, fontosan azért, hogy
azokat a kieső helyeket, amik ugye előfordulhatnak sérülés miatt, azokat próbáljuk meg pótolni. Úgy gondolom, mind a két lány megpróbált maximálisan beereszkedni a csapatba. Megpróbáltunk olyan védekezési és támadási formációkat gyakorolni, ami a későbbiekben esetleg kifizetődhet a többi ellenfél ellen. Ugye hát a Kecskemét az idegenben azt úgy gondolom, hogy azért egy értékes győzelem, főleg úgy, hogy azért ők is visszahoztak nagyon sok régi játékos, ugye ugyanolyan gondjaik és problémáik vannak, mint nekünk, hogy vagy sérültjeik vannak, vagy esetleg az utánpótláskor játékosoknak a korosztályos mérkőzések miatt nem lehet mindig elengedni, és nem lehet mindig mérkőzést játszatni. Én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot azért úgy zártuk, hogy a mi mérkőzést is igazából hozni kellett, azt hoztuk, kivéve ezt a Szeged mérkőzést, mert ugye az egy fájó vereség bárhonnan is nézzük. Na de hát meglátjuk a későbbiekben, ugye tavaly is pont a Szeged volt az, aki ellen becsúszott az a vereség. Remélhetőleg ebben az évben azért ez nem fog ilyen érzékenyen érinteni bennünket. Ugye van még egy MTK elleni mérkőzésünk, ami sajnos én mindenben reménykedek, meg is próbálunk mindent megtenni a győzelem érdekében, de hát sokkal jobb játékos állománnyal rendelkezik, egészen más a szerkezete, tehát ő valóban már a következő évi NB1-ás tagságára készül. És utána van még egy kislánk elleni mérkőzésünk idegenben, nem hiszem, hogy az gondot és problémát okozhat, és hogy nekünk az a mérkőzés feltétlenül kell ahhoz, hogy a második helyen tudjuk zárni az alapszakaszbeli küzdelmeket, és hogy akkor ez azt jelentheti, hogy a rájátszásban két hazai mérkőzésünk van, amin úgy gondolom, hogy azért ez egy nagy előny lehet a további mérkőzésekre nézve. Játékban tartanak ott a lányok, ahol a bajnokságnak ebben az időszakában kell, hiszen a legfontosabb meccsek azért még csak most következnek. Alapvetően az előnéti problémáink azok nincsenek, tehát az látszik mérkőzésről, hogy a kulcsjátékosaink azok azért a nagyobb terhelést is meg tudják oldani, tehát az bírják, végjátékra nem szokott gond és probléma lenni, tehát eddig nem nagyon volt még olyan mérkőzésünk, hogy most ha azon múlt volna a dolog, hogy végjátékot végig tudtuk-e játszani, vagy esetleg addigra elfáradtunk, hogy a Szegednél is pontosan a végjátékunk volt az, ami jobb volt, csak éppen az előtte lévő időszakban olyan hibákat vétettünk minden szinten, tehát úgy a védekezés, mint a támadásban, ugye, hogy ezt már a végjátékra nem tudtuk kijavítani. Én úgy gondolom, hogy azt, amit meg kellett tennünk, azt megtettük. Azt, hogy a szerkezetre nem vagyunk olyan jó szerkezet, mint amit az előző években voltunk, ez tény és való. Ezért kell megpróbálni mindenféleképpen az utánpótláskorú játékosok közül többet beépíteni, mert ugye náluk vannak azok a magasabb játékosok, akikre feltétlenül szükségünk van. Mert ugye itt azért, ha a beadszal, vagy akár a tatabányával fogunk a későbbiekben a rájátszásban játszani, ott azért legalább 4-5 magas játékos van, és nálunk éppen 3 az, aki magasnak számíthat, a többiek azok a középszintű játékosaink, tehát akik az alacsonyabb játékosokat nagyon jól fogják tudni tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy a felkészülésben ott tartunk, megpróbálunk, mondom, tehát a védekezésben és a támadásban olyan variációkat gyakorolni, ami esetleg ezek ellen a csapatok ellen majd, vagy jó lehet a későbbiekben, de erre még itt van ez a két mérkőzés. Úgy gondolom, mind a két mérkőzés alkalmas lesz arra, hogy ezeket a játékszituációkat megpróbáljuk megoldani majd. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.